Mikulás fotózás, rendőrök is csatlakoztak a Mikulás akcióhoz, orvosi ügyelet támogatása, gyermekek étkeztetése a téli szünetben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 9-én 18 óra 5 perckor. A Dériné Kulturális Központ jótékony Mikulás fotózásra várta a gyerekeket a Városháza előtti téren. A feldíszített városi karácsony felőtt a Mikulás egy szánon várta a kicsiket, akik plüss állatokkal és egyéb játékokkal érkeztek hozzá. A Mikulásnak a gyerekek által adott ajándékokat a télapú segédek összegyűjtötték, és azt majd a családsegítő szolgálat munkatársai még karácsony előtt szétosztják az arra rászoruló gyerekek között. Tudtuk meg Sótiné Szatmári Dórától, a Dériné Kulturális Központ igazgató helyettesétől. És ugye most egy fordított Mikulás van. Tehát aki idejön, ő hoz ajándékot azoknak a gyermektársaiknak, akik rászorulók. És hát utána pedig helyet foglalnak, és elmesélik télapúnak, hogy mit szeretnének este látni a kis csizmájukban. Természetesen, így van. Fölülnek, készül egy fénykép, mi megbeszéljük azokat a dolgokat, amelyek maradjanak kettőnk között, hiszen ezek gyermeki titkok, és hát remélem, hogy az éjszaka folyamán majd teljesülni, és fognak azok az álmok, amiről ők beszélnek. És hát Virgács az most nincs, mindenki jó volt. Azzal nem készültem. Köszönjük szépen! Ho-ho-ho-ho. A kicsiket a Dériné dolgozói szombaton a sportcsarnokba várták, ahol 14 órától adventi játszóház kezdődött. A kézműves foglalkozásokon a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusai segítségével lehetett karácsonyfadíszeket, kopogtatókat, képeslapokat készíteni, de volt karácsonyi mézes sütés is. A legkisebbeket Baba Kuckó várta, és a színpadon felléptek a Dalma Dance csoportjai is. A rendőr Mikulás az egyik közösségi oldalon népszerű Hagyj el egy Mikulás csomagot eseményhez csatlakozva csokoládét és más különleges meglepetéseket tartalmazó csomagot hagyott el a város látogatottabb részein. A Baleset Megelőzési Bizottság az idén rendhagyó módon készült, hogy ne csak a Mikulást vegyük észre elnevezésű kampányával csatlakozik az egyik közösségi oldalon népszerű Hagyj el egy Mikulás csomagot eseményhez. A Baleset Megelőzési Bizottság Mikulása a délutáni órákban látogatott egy 15 darab, a diákok tanácsa által felajánlott csomagot hagyott el Szolnok látogatottabb közösségi terein parkjaiban. Az idén a Megyei Baleset Megelőzési Bizottság, hogy ne csak a Mikulást vegyük észre, programjához kapcsolódóan a Szolnoki Városi Balesetmegelőzési Bizottság és a Szolnok Városi Diákok Tanácsa közösen a közösségi oldalon lévő programhoz a Hagyj el egy Mikulás csomagot elnevezésű kampányhoz csatlakozik. Ezek a Mikulás csomagokon feltűnő címke fog szerepelni, és arra kéri a megtalálóját, hogy vigye haza, hiszen belül értékes ajándékok várhatóak. És a csokoládén kívül amit tartalmaz, egy információ van benne arra vonatkozóan, hogy aki megtalálja, az értékes ajándékokat kaphat a Szolnoki Rendőrkapitányságon személyesen. Továbbá az iskolás és óvodáskorú gyermek, hogyha az osztályfőnökével és a nevelőjével egyeztet, akkor közlekedési szakemberek balesetmegelőzési előadást tartanak az osztálytermükben vagy az óvoda csoportjaikban. A rendőr Mikulás Szolnokra látogat. Ez az igazi Mikulás, el fogja hagyni a 15 darab csomagot, ezt nem fogja senki látni, viszont a csomagok helyéről a közösségi oldalon a Hagyj el egy Mikulás csomagot Szolnok elnevezésű eseményben tájékozódhatnak, képek kerülnek oda fel. A Mikulás valójában megjelenik majd a közutakon 15 óra után, és a polgárőrséggel és a rendőrséggel közösen a kerékpárral közlekedők nek a figyelmét hívjuk fel a közlekedési szabályok betartására, és aki nem rendelkezik láthatósági eszközökkel, azoknak a helyszínen tudunk adni. A megtalálók nem csak csokoládéval lettek gazdagabbak, hanem különböző láthatósági felszereléseket és egyéb kiegészítőket, úgy mint ledizzós első és hátsó kerékpárlámpákat, láthatósági karpántokat, mellényeket, kerékpáros sisakokat, térd- és könyökvédőket vehettek át a rendőrkapitányságon. A móka mellett nagyon komoly üzenete van ennek a
programnak, mégpedig a láthatóság. Nagyon fontos felhívni a figyelmet a kerékpárosok láthatóságára, hogy kivilágítva vegyenek részt a közlekedésben, és a téli megváltozott időjárási körülmények között mindig láthatóak maradjanak. A járművezetők körében pedig a téli gumiabroncs használatára hívnánk föl a figyelmet, és ezzel a kampánnyal, ami egy rendhagyó kampány az idén, a szolnoki helyi lakosságot szeretnénk még jobban elérni, mint eddig. A legkisebbek közlekedési témájú színezőt, kifestőt, mesekönyvet kaptak. Rendkívüli ajándékot is tartalmaz majd pár csomag, amit ha óvodás vagy iskolás gyermek talál meg, és azt jelzi a rendőrkapitányságon, akkor csoportjában vagy osztályában közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési témájú előadást tartanak a megelőzési szakemberek. Természetesen a rendőr Mikulásra, az előző évekhez hasonlóan a járművezetők is találkoztak. Jelenleg a Ne csak a Mikulás vagyok észre akció, elnevezési akciót hajtjuk végre, mely során a járművezetők figyelmét felhívjuk a láthatóságra, gumiabroncsok meglétére, illetve a télnek a veszélyeire. Azt tapasztaljuk évről évre, hogy egyre többen cserélik le időben a nyári gumi téli gumira, és mindig, amikor megkérdezzük, hogy miért fontos ez a csere, a lakosság járművezetők nagy többsége jól válaszol a kérdésünkre, jól tudják, hogy 7 fok alatt a nyári gumi elveszi tapadó képességét, nehezebb lesz a megállása a csúszós nedves utakon. A rendőrségnek most fő feladata inkább a prevenció, a megelőzés. A lakosság kerékpárosok figyelmét felhívjuk arra, hogy nagyon fontos a láthatóságuk. Ugye ezzel meg lehet előzni egy személyesen járó közlekedési balesetet. Mi is tapasztaljuk, hogy nagyon sokan hiábosztjuk ki, a láthatósági mellényt nem hordják. Figyelmeztetünk, figyelmüket felhívjuk. A közlekedésbiztonságot előtérbe helyező programon ellenőrzött kerékpárosok és gépjárművezetők a jó tanácsok mellett ajándékot is kaptak. December 22-ig folyamatosan ellenőrzik a járművezetőket, kerékpárosokat, gyalogosokat, ez a látni és látszani kampányban. Ilyenkor felhívjuk a figyelmüket, hogy optikusok, illetve szakszervizek a járműveket, illetve látásunkat átvizsgálják ingyenesen. Ezeket a látniislatszani.hu oldalon tudják ellenőrizni, hogy hol találhatók meg ezek a szakszervizek, illetve optikusok. Láthatósági mellényt, gyermekeknek láthatósági fénycsíkkal ellátott hátizsákot adtunk át, tollat, karszalagot, ami mind-mind a láthatóságot segíti, fényviszerűen rendelkeznek. Az Emergency Service Kft. Által ellátott központi orvosi ügyeleti ellátás kiegészítő finanszírozására, valamint az ellátási időszak meghosszabbítását támogatta a képviselőtestület. Az Emergency Service Kft. 2006 óta látja el Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras és Bucsa területén a központi orvosi ügyeleti feladatokat. A 2012. február 1-én újra kötött és folyamatosan hosszabbított megbízási szerződés 2019. december 31-én a határozat idő lejártával megszűnik. A szerződés folyamatos hosszabbítás alatt az elmúlt időszakban történt piaci változások minimális mértékben lettek figyelembe véve. Az elmúlt években tapasztalható és az egészségügyben fokozottan érzékelhető mértékben emelkedtek a bérek az orvosok és a szakszemélyzet vonatkozásában. Az Emergency Kft. És az önkormányzatok, így Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras és Bucsa között fennálló szerződéses kapcsolat ideje alatt az állam általi finanszírozás összegén felül 2012-től 110 ezer forint kiegészítő díj, majd 2017 decemberi módosítás követően 2018 évtől 414.313 forint kiegészítő díj került megállapításra a megbízott részére kifizetésre. Az elmúlt két év és az idei év első felének adatai alapján az ügyelet üzemeltetése jelentős veszteséget termelt, melyet a Kft. Nem tud a továbbiakban finanszírozni. A NEAK finanszírozás érdemben 2006 óta nem változott, sőt a lakosság fogyásával folyamatosan csökken. Az ügyeletben résztvevő orvosok díja szintén drasztikusan változott. A 2018. évi 1900-2800 forint per óra díj mára 3500-7000 forint per órára emelkedett. Emelkedtek az árak, így a gyógyszer, az üzemanyag. Emelkedtek az orvosi bérek, az orvoshiány miatt általában 100-150 kilométerről tud hozni a cég orvosokat az ügyeleti feladatok ellátására. A jelenlegi finanszírozás nem elegendő az ügyeleti díjak finanszírozására. Jelenleg az önkormányzati hozzájárulás az ügyelet működéséhez lakosonként 14 forint
16 fillér per hó összeg. Az Emergency Service Kft. Azzal a kéréssel fordult az önkormányzatok felé, hogy az önkormányzatok által jelenleg fizetett kiegészítő támogatás összege 14 forint 16 fillér per lakos per hóról kerüljön megemelésre. Továbbiakban abban az esetben tudja a cég a szolgáltatás nyújtást elvégezni, ha az önkormányzat által fizetett kiegészítő díj 65 forint per hó per lakos összegre kerül megemelésre. Ez a nagymértékű emelés már túllépi a közbeszerzési értékhatárt éves szinten, ezért közbeszerzési eljárás megindítására van szükség december, vagy legkésőbb 2020. január hónapjában. A Karcagvárosi Önkormányzat vállalja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, mint gesztor település. A közbeszerzési díj mértéke hozzávetőlegesen 1 millió 500 ezer forint plusz áfa összegben kalkulálható, amely lakosság arányosan kerül szétosztásra a négy település között. Az Emergency Kft.-vel 2017-ben kötött szolgáltatási szerződés 2020. április 30-ig, vagy a közbeszerzési eljárás lezárásáig kerül meghosszabbításra. A fentiek szerint a Karcagvárosi Önkormányzat 1 millió 304 ezer 810 forint összeget fizet fizetne havonta 20.074 fővel számolva 2020. január 1-től. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta, és a határozat tervezetet elfogadta. Karcagvárosi önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést hátrányos és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja. Az ingyenes szünidei étkezést a téli szünetben, a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek, a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának időtartalma alatt valamennyi munkanapon, míg a többi jogosult gyermek 2019. december 23-tól 2020. január 2-áig veheti igénybe. Az étkeztetés 11 óra 30 és 13 óra 30 perc között az ebéd elvitelével a szülők részére előre kiközölt helyszínen valósul meg. Az étkezés igénybevételéhez étkezési jegy kerül kiadásra. A Nagykun látogatóközpont a Táncsics Mihály körút 46 szám alatt osztja ki az étkezéshez szükséges jegyeket. Jegyosztás napján 2019. december 19-én csütörtökön 9 és 12 óra, valamint 14 és 16 óra között kereshetik fel a látogatóközpontot. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!